Köszönöm. Szívesen. Köszönöm. Nagyon szívesen. Jó étvágyat kívánok. Átveszi a jól megérdemelt jutalmát a sört és a virslita kockás abroszos asztalnál Vas István. Ezeket a többi ajándék, gyümölcs, egészséges élelmiszer mellé kapta a 65 éves szekszárdi férfi. Méghozzá azért, mert vért adott. Azt mondja, tetszik neki a retro véradás hangulata. Megnyerő nagyon, mert tényleg nagyon jó. A régi időket visszahozza, mert tényleg akkor ugye sör, virsli, meg mit tudom én, kolbász volt, akkor... Mert most sokan azt hiszik, hogy az 500 forint érjen az ember, hogy kapja ezt a... Nem azért. Olyan jó érzés, mikor küldenek egy SMS-t, hogy felhasználták a véremet. Nem régi módi, csak retro szlogennel várta a véradókat az Országos Vérellátó Szolgálat szekszárdi állomása. Érkeztek is szép számmal az önkéntesek. A 24 éves Kadi Tamás kollégáival jött a retro véradásra, 7. alkalommal nyújtotta a karját. Azt mondja, azóta ad vért, amióta ezen a munkahelyen dolgozik. Úgy véli, felemelő érzés, amikor megkapja az SMS-t, hogy felhasználták a vérét. Segíthetek az embereken, akinek szüksége van vérre, annak hozzájárulok én is. Az első retro véradást 2009-ben tartották meg Budapesten. A szekszárdi területi vérellátó 2018-ban csatlakozott az országos programhoz. Már első alkalommal is több mint 100 véradó jelent meg ezen a különleges programon, idén pedig 133-an jelentkeztek véradásra. Ilyenkor a szervezők a 60-as, 70-es évek divatja szerint rendezik be a szolgálatfogadó helyiséget. A dolgozók piros-fehér pöttyös ruhába öltöznek, közben pedig főtt virsli illata száll. Véradóink nagyon-nagyon önzetlenek, hiszen rászánva a saját idejüket, energiájukat, vérüket, egy számukra teljesen ismeretlen emberen segítenek, sokszor az életét mentik meg a véradása. Ezek a kampányvéradások, tematikus véradások egy kicsit színesítik ezt a véradásnak a formáját, egy kis meglepetéssel tudunk ilyenkor kedveskedni a véradóknak. A véradást számos cég támogatta, a véradók között egy irodai széket is kisorsoltak. A fődíjat egy szekszárdi bútoráruház ajánlotta fel.